kormánytámogatás, 3,2 milliárd forint érkezik az ipari park bővítéséhez. Vihar. Jelentős károkat okozott a vasárnapi vihar. Megkezdődött a labdarúgó bajnokság, győzelemmel kezdett a Spari. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Újabb kormányzati, egyedi, vissza nem térítendő támogatás érkezik városunkba, ezúttal a Nyíregyházi Ipari Park bővítésére és infrastruktúrális fejlesztésére kap az önkormányzat több mint 3,2 milliárd forintot. A kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben, melyet dr. Kovács Ferenc úgy kommentált: látható, hogy a kormányzat kiemelten kezeli és támogatja Nyíregyházát, s ebből az önkormányzat területelőkészítő munkákat, valamint közmű és egyéb infrastruktúrális fejlesztést hajt végre. A polgármester kérdésünkre hozzátette, ez is erősíti azt az erre a ciklusra kitűzött városvezetői törekvést, hogy színvonalas munkahelyeket hozzanak létre, s ezzel minél több fiatal érkezzen vissza tanulmányai befejeztével szülőföldjére. A napokban a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs újabb 8 döntését jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter mások mellett közölte, 4 magyarországi ipari parkban fogják elvégezni a szükséges infrastruktúrális fejlesztéseket a beruházói betelepülések felgyorsítása érdekében. Fontos, hogy legyenek az országban olyan területek, amelyek gyorsan képesek a megfelelő körülményeket biztosítani a beruházó vállalatok számára. Sok esetben a pénzügyi adózási feltételek mellett a beruházás fizikai feltételeinek megléte is döntő szempont egy-egy beruházási döntésnél, egy-egy beruházási versenynél. Ezek egyike városunkra vonatkozik. Eszerint több mint 3,2 milliárd forint érkezik a Nyíregyházi Ipari Park bővítésére és infrastruktúrális fejlesztésére. Az újabb támogatás ténye már meg is jelent a magyar közlönyben. Dr. Kovács Ferenc kérdésünkre azt mondta, ez egy újabb fontos döntés, mely jelzi, hogy a kormányzat kiemelten kezeli és támogatja Nyíregyházát. A polgármester kiemelte, 2 fontos oka volt, hogy ezzel a kéréssel most a kormányhoz fordultak, és nagyon örül a pozitív döntésnek. Betelt ez a 127 hektáros ipari park, ami az elmúlt 30 évben indult. Az utolsó területeket is, hál' Istennek, 2 nyíregyházi vállalkozásnak eladtuk az elmúlt évben. Az egyiken már épül is egy csarnok. A másrészt pedig lejárt egy budapesti cégnek az opciós jog, amit sajnos még 2015 az akkori vezetés tétlensége mellett megkötött, és így felszabadult a lehetőség, azonnal lecsaptunk rá. Az ipari park melletti területekből felvásároltunk 88 hektárt. A polgármester hozzátette, 56 hektáron megtörtént a terület termőföldből való kivonása, és nagyobb részt a régészeti feltárások, a lőszermentesítés, illetve a talajmechanikai vizsgálatok így gazdaságfejlesztési területté vált. Most azért fordultak a kormányhoz, hogy ennek a befektetésre alkalmas állapotba hozására kapjanak támogatást. Ez az infrastruktúra kiépítését jelenti: villanyáram, víz, szennyvíz, gáz, útépítés, csapadékvíz elvezetés, informatikai háttér. Hangsúlyozta, az önkormányzat azonnal kezdi a közbeszerzések indítását, hogy jövőre ez a 88 hektár konkrét befektetésre alkalmas terület legyen. Mint fogalmazott, azzal érvelt a kabinetnél, hogy régi, 50-60 éves átok Nyíregyházán, hogy a fiatalok elmennek tanulni, majd színvonalas munkahelyek hiányában nem térnek haza a tanulmányaik végeztével, és nem itt alapítanak családot. Ezen szeretnénk változtatni, az a célunk, hogy a fiatalok tudjanak visszajönni, ez a város jövője szempontjából nagyon-nagyon fontos, de a konkrét családok, emberek szempontjából is, és ehhez meg kell teremtenünk a feltételeket. Ennek az önkormányzati ciklusnak én ezt határoztam meg az első számú prioritásaként. Sok minden történt az elmúlt másfél évben. A polgármester emlékeztetett, létrehozta 2 tőkealapot, az egyiket iparfejlesztésre, míg a másikat a helyi kis- és középvállalkozások támogatására, 5 valamint 5,5 milliárd forinttal. Megvásárolták a most fejlesztendő 88 hektárt, amihez a jelentős kormányzati támogatás érkezett, és a Financial Times globális felmérésében megjelent Nyíregyháza, mint a befektetés ösztönzési szempontból feltörekvő városok 3. helyezettje. Hozzátette, úgy gondolkodnak, ez az első ütem, s már vannak komoly tárgyalásaik lehetséges befektetőkkel, és bízik az első konkrét szerződés mielőbbi aláírásában.
Emellett a jövőt is tervezik, hiszen a kormány pozitív hozzáállása jegyében nemrégiben járt nála a HIPA, tehát a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetősége, és végignézték azokat a lehetőségeket, hogyan lehet ebből távlatilag egy igazán jelentős ipari parkot létrehozni. Még most is nagy erőkkel dolgoznak a vasárnapi viharkárok felszámolásán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Elsősorban útra, épületekre, légvezetékekre, járművekre dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, megyeszerte több mint 500 alkalommal. A viharkárok felszámolásában több mint 130 tűzoltó, hivatásos, önkormányzati és önkéntes beavatkozók, valamint több önkéntes mentőszervezet is részt vett. Augusztus 1-én három alkalommal történt lakosságvédelmi intézkedés megyénkben, Mária Pulcson, Piricsén és Ökörütó Fülpason is megdőlt, beomlott egy-egy lakóház tűzfala. Jelentős károkat okozott a vihar Mátészalkán, Nyírbátorban, Fehérgyarmaton, a megye több főútján, de a legtöbb segélykérés Nyíregyházáról érkezett. Megyénket vasárnap érte el egy jelentős vihar, erős széllel relatív gyorsan elhagyta a térségünket, jelentős károkat okozott. A megye több településéről érkeztek bejelentések, több mint 500 segélykérés érkezett be az igazgatóság főügyeletére. Jelentős károkat okozott a vihar és az erős szél Nyíregyházán is. Nagyon sok tűzoltó egységünk kint dolgozott tegnap délutántól, sőt mai napig is, hiszen hétfő délelőtt 11 óra körül készül ez az interjú, és a nézők is láthatják, hogy mögöttem a laktanya szertára teljesen üres, tehát most is kint van valamennyi nyíregyházi egység az utcákon, utakon. Elsősorban úttestekre, autókra, illetve házakra dőlt fák, leszakadt faágak miatt érkeztek bejelentések a tűzoltókhoz. Természetesen azonnal preferálva a helyzeteket intézkedtek és dolgoznak, műszaki mentéseket végeznek az egységek. Kézi erő motoros láncfűrésszel, létrás járművel avatkoztak be a legtöbb helyszínen. Nyíregyháza belvárosában több utcát teljesen elzártak a kidőlt fák. A Honvéd utcán, a Szent István utcán, a Bújtos utcán, a Bocskai utcán, rengeteg belvárosi utcában gondot okozott a vihar, de természetesen külterületi részeken, különböző bokortanyákon, illetve lakótelepi részeken, akár mondjuk Örökösföldön és a Józsavárosban is volt mit tenniük a tűzoltóknak. Nem csak hivatásos egységek vonultak, illetve avatkoztak be ezeken a viharkáros helyszíneken, hanem többek között önkormányzati és önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint önkéntes mentőszervezetek is folyamatosan dolgoznak még hétfő délelőtt is, és természetesen többek között a MÁV-val, az áramszolgáltatóval és a városüzemeltető településüzemeltető társaságokkal közösen együtt dolgoznak a beavatkozók, hogy minél gyorsabban, hatékonyabban felszámolásra kerüljenek. Megyeszerte több ingatlan is lakhatatlanná vált, az érintettek elhelyezéséről átmenetileg gondoskodtak. Nyíregyházáról érkezett a legtöbb segélykérés a tűzoltókhoz a vihar kapcsán, a megyeszékhelyen azonban nem történt lakosságvédelmi intézkedés. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai megkezdték a vihar utáni károk felmérését, illetve elhárítását a város közterületein, írják a közösségi oldalukon. A vasárnapi vihar során városszerte fák dőltek ki, illetve faágak szakadtak le. A kármentesítési munkálatok jelenleg is több városrészben és parkban zajlanak. A kollégák összegyűjtik, feldarabolják, illetve elszállítják a lelógó, letört faágakat, majd elvégzik a szükséges takarítási munkákat. Először az utakra, sétányokra, járdákra rádölt fákat gyűjtik össze, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. Az elsődleges cél a balesetveszély megszüntetése. Jelenleg a Szent István utcán végzik a kármentesítési munkát a katasztrófavédelem szakembereivel szorosan együttműködve a károk elhárításában. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Kéri a lakosságot, hogy saját biztonságuk érdekében ne tartózkodjanak azokon a területeken, ahol a munkagépek dolgoznak. A fák feldarabolása még több napig eltarthat és erős zajhatással jár. A Városüzemeltető Társaság kéri és ezúton is köszöni a lakosság megértését és türelmét. A Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szövetségének meghívására megyénkbe látogatott Karácsony Gergely, az MSZP párbeszéd LMP baloldali előválasztási miniszterelnök jelöltje.
Budapest főpolgármestere a Bújtosi Városligetben tartott politikai fórumot pénteken, melyen egyebek mellett szólt az ország gazdasági helyzetéről, a világjárvány okozta kihívásokról, és azt mondta a megjelenteknek, hogy ők a hatalom embereivel szemben az emberek hatalmát akarják képviselni. Szerinte az előválasztás nem csak egy technikai kérdés, nem egy púpa hátunkon, nem egy kampány, hanem annak része, hogy új alapokra helyezzék Magyarországon a demokráciát, és visszaadják az eredeti értelmét, márpedig szerinte a demokrácia az, hogy a nép uralkodik, és nem a népen uralkodnak. Sokan azt mondják, és persze Fidesz ezt súlykolja, hogy ez a sok párt együtt nem fog majd tudni kormányozni. Én pontosan tudom, mert nap mint nap az a dolgom, hogy ez ne legyen igaz. Pontosan tudom, hogy igenis ezekben a pártokban van annyi közös érték, van annyi közös tudás, és van olyan elkötelezettség a nemzet ügye iránt, hogy igenis képesek együtt kormányozni. Ha van olyan kormányos, aki képes kellő empátiával és odafigyeléssel ezeket a közös érdekeket összehangolni. Aktív családi nap Nyíregyházán és Sóstón is zajlott szombaton kulturális és szabadidős program. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. A Kálói út és a Nagyvárad utca kereszteződésében ütközött 4 autó, a helyszínen a rendőrség intézkedett, a mentők egy felnőtt és egy gyermeksérültet szállítottak kórházba. Vasárnap délután Nagykálló és Nyíregyháza között egy lószállító utánfutó leakadt egy személyautóról, mely egy másik autónak ütközött, a mentők egy gyermeket kórházba szállítottak. A rendőrség a helyszínelés idejére a főútvonal forgalmát elterelte, a tűzoltók a ló műszaki mentésében segítettek. 2 gépkocsi ütközött a Malom utcánál, a karambol következtében egy ember megsérült, őt kórházba szállították, a rendőrség eljárást indított a baleset körülményeinek kivizsgálására. Számos járműben és útban, járdában okozott károkat a vasárnapi vihar, több parkoló autó is megsérült a leszakadt faágak és a kidőlt fák miatt. A károk elhárítása a város szerte folyamatban van. Kerékpár és gyalogtúra, városi örökségtúra, vízisport, hőség és zivatar. Röviden ezzel lehet jellemezni a Nyíregyháza Toka és a Tirpák bokortanyák körében vezetett családi napot. A szervezők a középkori templomok útja tematikus útvonallal esztendőkkel ezelőtt elnyerték a kiváló európai desztinációk díját. Az Otthonról Haza program határon innen is túl kulturális, illetve sporteseményeket kínált a nagyszámú érdeklődőknek. A középkori templomok útja egyesület szervezte a múlt hétvégén is azt az aktív családi napot, mely az ország 10 helyszínén zajlott, köztük Nyíregyházán. Az Otthonról Haza program 10-15 eseményt kínált, és központja a Sóstói Múzeum falu volt. A rendezvénynek a célja többek között határon innen és határon túl a nemzeti összetartozás érzésének a támogatása, a népszerűsítése. Hát tudjuk, hogy Nyíregyháza hol fekszik, 3 határ mentén. Adja magát, hogy Nyíregyháza is helyszíne legyen ennek a rendezvénysorozatnak. Aktív családi nap van meghirdetve mára, ami gyerekeknek, sportolóknak, sportolni vágyóknak került megrendezésre. Kerékpártúra, gyalogtúra, de nem csak a sportolási oldalát nézzük ennek a testmozgását, hanem annak, hogy meg fognak ismerkedni a résztvevők, például a Tirpák bokortanyák tanyavilág életével, a tájjal, a Sóstóval, a múzeumfaluval. Magával a várossal, Nyíregyháza központjával, az épületekkel, a történelmi hagyományokkal is szembesültek a résztvevők, hiszen mintegy 37 kilométeres út vezette a kerekezőket a városi biciklitúrán. Aktív kerékpár és gyalogtúrát, Nordic Walking és teljesítménytúrát választhattak, de vízitúráztak a tavon, volt kincskeresőjáték, illetve vezetett városi séta, ami egyszerre kívánt kulturális és szabadidős jelenlétet. A legnagyobb aktivitást a biciklisek mutatták. Az egyéni időfutam, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen egyperces indulásról, ők már el is indultak. Ők emlékem szerint ilyen 70-80 kilométer között tulajdonképpen egy Nyíregyháza Tokaj távot tesznek meg, oda-vissza csinálnak gyorsan egy szelfit egy bizonyos ponton, és vissza kell érkezniük időre. Ez az egy, ami teljesítmény jellegű is időre kell megtenni. A többi, az egy vezetett túravezetőkkel, szakvezetőkkel ellátott programról van szó. Van egy szintén 70 kilométer körüli program, illetve van 2 40 kilométer körüli program. A 70 kilométeres egy rétközi kör, a másik 2 pedig a Nyíregyházát érintő kerékpáros túra. De még ennél is nagyobb volt az érdeklődés a sóstói túra szervezett vízitúra és oktatás iránt. Ez arra bátorítja a szervezőket, hogy folytassák az ilyen típusú fesztiválokat. Augusztusban egyebek mellett a Bodrog közirányába hívják a családokat.
Az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy a nyíregyházi turisztikai Turinform iroda, a TDM iroda, ebben az évben körülbelül azt hiszem, hogy 10 alkalommal hirdet ezekből a túrákból. Az előbb elhangzott túrákra is vonatkozik ez, illetve más típusú túrákra is vonatkozik, tehát van egy folyamatossága ennek a dolognak. Szinte havonta 2-3 ilyen túra általában szombatonként szokott indulni, tehát aki most ebből kimaradt, az érdeklődjön a nyíregyházi TDM-nek a honlapján, és simán tudja pótolni. A Középkori Templomok Útja Egyesület évente 20-25 túrát szokott lebonyolítani, nem csak a Nyírségben, de a Felső-Tiszavidék és Magyarország északkeleti tájain is. A részleteket megtalálják az örökségtúra.hu oldalon. Megkezdődött a szezon a labdarúgó MB2-ben. A Nyíregyháza Spartakusz a Dorogot fogadta a Balmazújvárosban, ahol a stadion építése miatt a Spari a hazai mérkőzéseit vívja. Bár a találkozó elején 2 gólos vezetést szerzett a Dorog, a második félidőben előbb Novák szépített, majd Gresó a hosszabbításban 2 gólt is szerzett, így a Nyíregyháza 3-2-re győzött. A teljes mérkőzést hétfőn 20 óra 30 perctől láthatják itt a Nyíregyházi Televízióban. A két vezetőedző így értékelte a találkozót a lefújás után. Elégedett voltam a srácok hozzáállásával, nagyon fájó ez a vereség, mert kezünkben volt legalább 1 pont, de inkább azt mondom, hogy 3. Ha most amit érzek elmondanám, akkor sokáig nem ülhetnék a kispadon. Nem kívánok senkinek olyan az érzés, ami az első 10 percben, amit teljesen fordítva kértem a fiúktól, hogy nekünk oda kell menni és rúgni egy gólt, tehát 2 kaptunk. De én nagyon örülök, először is szeretnék gratulálni az egész szurkolók, akik ide jöttek a Balmazújvárosba segíteni a csapatnak. Neki ajánlom ezt az győzelem. A meccsről én azt mondom, hogy úgy lehet mondani, hogy az első fél idő jó reagáltunk, és megcsináltunk, hát 4 cseret, az hozott a gyümölcsöt, és akkor szerintem végül is megérdemeltek a fiúk ezt a győzelem. Nagyon örülök. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Újabb kormányzati támogatás érkezik városunkba, ezúttal a Nyíregyházi Ipari Park bővítésére és infrastruktúrális fejlesztésére kap az önkormányzat több mint 3,2 milliárd forintot, melynek keretében területelőkészítő munkákat, valamint közmű és egyéb infrastruktúrális fejlesztést hajtanak végre. Még most is nagy erőkkel dolgoznak a vasárnapi viharkárok felszámolásán. Megyeszerte több mint 500 alkalommal kértek segítséget a tűzoltóságtól. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai is megkezdték a vihar utáni károk felmérését, illetve elhárítását a város közterületein. Összegyűjtik, feldarabolják és elszállítják a lelógó, illetve letört faágakat, majd elvégzik a szükséges takarítási munkákat is. Először az utakra, sétányokra, járdákra rádölt fákat gyűjtik össze, hogy azok ne akadályozzák a közlekedést. Az elsődleges cél a balesetveszély megszüntetése. Megkezdődött a szezon a labdarúgó MB2-ben. A Nyíregyháza Spartakusz a Dorogot fogadta Balmazújvárosban, ahol a stadion építése miatt a Spari a hazai mérkőzéseit vívja. Bár a találkozó elején 2 gólos vezetést szerzett a Dorog, a második félidőben előbb Novák szépített, majd Gresó a hosszabbításban 2 gólt is szerzett, így a Nyíregyháza 3-2-re győzött. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!